Mikó György életét annak szentelte, hogy tengerjáró hajókat, hatalmas vízenúszó darukat tervezett. A helytörténet azért kezdte érdekelni, mert igazi lokál patrióta, rajong azért a házért, a Kende utca 12-ért, ahol kisgyermekkora óta él. Ide köti az emlékek mellett az a meggyőződése, hogy ez a ház mind építészetileg, mind környezetében egy különleges égköve Újbudának. Mivel a Szent Imre Városért Egyesület éppen ennek a háznak tövében működik, sok itt élő lakó is eljött meghallgatni a különlegesen élvezetes stílusban előadó mérnök urat, aki a város rész benépesítésének kezdeteiről, első házainak megépüléséről és azok további sorsáról is részletesen beszámolt. Azzal, hogy itt nőttem föl és végigéltem azt, amikor még tavacskák voltak a Stokczek utca végén, amikor ebben az utcában grundok voltak, amikor indián csapatok jártak, amikor teniszezni az utca közepén teniszeztünk. Úgy éltünk, úgy nőttünk fel, hogy valóban egy különleges helyen. A sok érdekességet felvonultató előadás végén Mikó György ismertette a Kende utca 12-14, illetve a Budafoki út 41 és 41B alatti házak keletkezésének történéseit, hogy milyen volt az élet az elmúlt évtizedekben, és hogy miként veszítette el az épületegyüttes különlegesen szép kertjét, belső tereit, vagy akár liftjét a 20. század második felében zajló barbár munkálatok, közművesítések következtében. Turkálnom kellett itt-ott, mondanom se kell, de az eredmények szinte adódnak. Már csak azért is adódnak, mert azzal, hogy itt él valaki egy ilyen nem mai 600 lakásos építményben, hanem csak 30 lakás. Másképp éli meg az információkat, a történeteket, az emlékeket, és hát különböző levéltári anyagokban, feljegyzésekben, elbeszélésekben, és hát azzal, ami egy különlegesség itt ebben a házban, hogy az itt lakók kollektíven élték meg a történelmet. Mikó György beszámolt az itt élők életéről, a közösségi élet devalválódásának folyamatáról is. Bár a felvázolt tendenciák negatív irányba mutatnak, mégis jó volt látni, hogy több tucat érdeklődő csúfolásig megtöltötte az Egyesület helyiségét, és tapintható volt, hogy az itt élők közül az idősebb generációk továbbra is fontosnak tartják a közösségek fenntartását, szervezését.